Készül a nyugati szárny, már belet Ugye ez egy másik cső, ez megy fölül, ebben megy ugye a két hatos szolárkábel. Aztán most jöttem földre is csinálni egy ilyen lemes csavar, alátét, rugós alátét, alátét, és az alá fogatom a Bilincset. hát ez az alibi földelés viszont azt néztem, hogy itt mintha ez a keret nem alumíniumból lenne itt ugyanis rosdapöttyös volt mondanám azt, hogy lehet, hogy ráfröcsögött flexelés és ugye a flex fémdarabok csinálnak, de nem flexeltem akkor, amikor itt volt a nap ellen. szóval ez nagyon furcsa, és itt ilyen tiszta folt volt kicsit talán még látszik a színén, hogy itt ledörgöltem itt még egy picit. Ez nagyon furcsa. Ebbe a sarokba. Itt, meg itt is. Ez mondjuk már, már itt ilyen fura volt, mikor elhoztam, utána vettem észre, hogy mintha szilóval lett volna kinyomva, mert fehér. De hogy itt igazándiból, ez elég furcsa. Szóval itt, mintha ezt így verné fel a rozsda. Ami ha nem lehet. Ha viszont itt flexpöttyök voltak rajta, az meg nem én voltam, mert nem flexeltem úgy, hogy rajta volt és még a közelébe se volt a, napellem tábla. Ez nagyon fura. Hát majd meglátjuk, szóval így jön a földelés, kombinált fogóval rápréseltem. préseltem, ugye duplán a madzagot, itt már ezt a plusz földelést, ezt csak itt, itt hozom végig, és akkor itt találkozik, Bent ennek a napellen táblának a földelésével végre, és akkor ezt meg ide felfogatom ugyanígy, és akkor ez az alibi föld, ez megvan, és akkor mászhatok majd le, annyi még, hogy majd ezt a zsákot ki kell cserélni, valószínűleg valami jó állóra, rá kell húznom egy UV zsákot, mert írt az egyik kedves néző, hogy hát ezt megeszi a nap nagyon hamar. És akkor így fönt készen vagyok, mehetek le. Ugye ott kanyarodott be a két cső, és akkor itt most ők teljesen párdomosan jönnek egymás mellett, be a fészerbe, és jelen pillanatban így néz ki most a fészer, itt szét van most minden bombázva, de ott jön a két cső, és hát itt jön az új vezeték, ez egy kicsit vastagabb, hatos szolárkábel, Egyelőre le van szigetelve a vége, és egymástól jó messze fixen rögzítve van a két vége. Hogyha lejönne a végéről a szigetelés, akkor se tudjanak semmiképpen összeérni, mert itt is rögzítve van, itt is rögzítve van, és itt az új töltés vezérlő, ami nem látszik nagyon a itt talán élő egy picit jobban látszik, egy kicsikét kisebb, alacsonyabb, mint a másik, ugye ez csak 60 volt, 20 amper, a másik az ugye 100 volt 20 amper. Viszont nem tudom még összerakni a technikát, mert, mert nem jöttek meg a kis megszakítók. És most egy picit mérges vagyok, múltkor nagyon jó volt az elmákra a szállítás, most már egy hete nem volt semmi hír róla, úgyhogy rájuk telefonáltam, és akkor derült ki, hogy az egyik fajta kis megszakító az nincsen. De szólni nem szóltak, úgyhogy most egy kicsit hasonló valami SS újabb verzió fog érkezni, egy ezeressel drágább, de hát ugyanolyan, nem tudom, a helyet, az abból még találtak egy darabot, úgyhogy hát most egy annyit tudok tenni, egy picikét ezt arrébb rakom, hogy majd ide férjen, ide próbálom a másikat, hogy ide férjen mellé a másik töltésvezőről, tehát a helyet megcsinálom neki, aztán egyre ennyit tudok ide készülni. Amennyire lehetett előkészítettem mindent, már csak a kis megszakítóra várok, fölcsavaroztam ugye ezt a kicsikét, hát akkor már a negatívot be is kötöttem, hát ez még csak itt ide van támasztva, majd lesz még egy helyen ott rögzítve. Uh, ide felfér majd az ő kis megszakítója, hiszen itt is csak ugye a pozitívot fogjuk megszakítani, tehát az ott el fog férni. Ide felszereltem a régi szín helyett egy hosszabbat, valahol itt a régi sín, itt a régi sín, uh, úgyhogy ide fog férni szintén a tőle jövő kis megszakítom, mi szintén csak a pluszt fogja megszakítani, és akkor az ide fog férni mellé, hát itt majd valahogy összefogatom őket, azt mennek együtt lefelé, Isten hírével. És miközben itt tudtam furtam össze-vissza mindent, találtam itthon egy nulla földsint, hát ezt kettévágtam, mert még egyszer ilyen hosszú volt, és itt tartott a nulla sim volna, ez már nagyon szép mondat volt, ott tartott volna tovább a nullasin, ezt így ketté vágtam, és akkor csak a föld részét használjuk, úgyhogy most már nem életi szó ház erejét, ami ugye előtte itt volt, a sok, ez nem, pont, többiek ugye a sok kis szemes megoldása oda volt fogadva, atomstabil volt egyébként, alit tudtam kiszedni, gyakorlatilag bele is tört ott a csavar az otthon alatt, tehát az lehet, hogy az erősebb volt, mint ez. <laughs> ez. a gyári megoldás, illetve egész biztos vagyok benne. Na hát így nézzünk ki, várom a kis megszakítót, hogy végre a másik kört is be lehessen kötni, és akkor elindulunk, azt majd pumpáljuk bele az energiát az akkumulátorokba, akik ugye ott laknak alul. November 6-a van, délután fél négy, hát ma egész nap ilyen idő van, gyakorlatilag mindenhol vastag felhőzet, nulla napsütés. De úgy gondoltam, hogy eh, amíg nem jön meg a kis megszakító, hát csak nem lesz addig zárlat, <laughs> hát csak nem, legyünk optimisták, ezért fogtam és Hát éppen most beüzemeltem, itt minden tárva nyitva látjátok, mint a kurvák picsája. Éppen most beüzemeltem a technikát, és ideglenesen, kis megszakítók nélkül beüzemeltem, akár az akkumulátorágat nézzük, ugye, ennek az új töltésvezérlőnek, akár a napelem ágat, hagytam annyit a vezetéken, hogy majd el tudjam vágni, és ide be tudjam rakni például ezt a napelem oldali kis megszakítót, és ide pedig az akkumulátor oldali kis megszakítót, tehát ebbe hagytam bőven annyit, hogy bele lehet majd gyömöszölni, ha megjön. Na, Nyugati szárny. Először nézzük a keleti szárnyat. Keleti szárnyon most, üh, egyet ilyen zoomolok ide. Keleti szárnyon 27,5 volt feszültség van most, 0,1 amper, 2,3-2,5 watt a töltés. Nyugati szárny. Nyugati szárnyon 27,3 volt van, 0,3 amper, és 7,3 watt töltés így mind a kettő látszódni fog talán, hogy éppen ugyanazon időben itt 2,8, 3 watt, itt anyár picsája 7 watt, ami bejön jelen pillanatban, tehát jelentősen nagyobb a töltés, persze ez is lófing, az is lófing, ez egyértelmű, de itt 7,3 watt, ezt én nem tudom, hogy kell nyomkodni, mert ennek egész más a felülete, úgyhogy ezzel még majd barátkoznom kell, hogy mit kell itt nyomkodni, hogy... Ó, ez az, ez itt. Most csak a napelem alatokat mutogatja. Meg lehet egy ilyenre is kérni. Tehát itt látszódik szépen minden. 6,8 watt, miközben így 2,3. Hát ugye ez a nyugati szárny, ez egyrészt a délutáni napsütésre, másrészt a szórt fényre van ugye optimalizálva, a felhők felől jövő fényre, azért ilyen lapos a szöge, úgyhogy hát láthatóan jelen pillanatban többet is termel mind a mellett, miközben természetesen mind a kettő loafing, amiről beszélünk, de hát nincs nap. Fogalmam sincs, mit kell nyomkodni. Jó van. és hát ugye ez az akkumulátorban jelenleg most betermel. Hol volt ez? 0,1 ampert. Ez meg az akkumulátorban betermel 0,3 ampert. Tehát a kettő együtt 0,4 tized tol bele az akkumulátorba. Yeah! <laughs> Na, meg lesznek a kis megszakítók, akkor még itt ez meg lesz kicsit igazgatva, el lesz rendezve, és akkor hurrá, hurrá, hurrá! Már csak a napkéne. És ugye ehhez várom a vezetéket az Aliról, hiszen ennek természetesen nem ugyanolyan a csatlakozója, ennek RJ45-ös, ennek pedig emilyen, tehát ezt nem tudom ugyanaz a madzaggal a erről, menedzselni, és most, hogy már kettő töltésvezéről lesz, fogok nullázni, eddig ezzel termeltünk 7,3 kW-ot bele az akkumulátorokba, kiszedtünk 6,6 kW-ot egyenáram, hát a váltakozót azt most nem tudom megnézni, azt majd holnap beszúrom, mert ugye ez most ki van kapcsolva, mert alul van feszelve az akkumulátor, és lekapcsolt a védelem, úgyhogy majd holnap a kisüt a nap, és bekapcsol, akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyi lett itt, de hát ugye azért látszik, hogy ez egy történet, az ez élet veszteséges, tehát akkumulátorról tárolni nem biznisz a, az áramot, de nekünk nem is azért van, mert biznisz, hanem mert security így ugye ellátás, biztonság ez itt a fő szempont. Na, úgyhogy én most ezt nullázom, azt is nullázom, mindent nullázok, és most két töltésvezetővel fog innentől fogva menni a rendszer, és majd nézzük, hogy mit termel. Másnap reggel, november 7-e van, tudjuk minek az ünnepe, ilyen az ég, reggel, hát 6 óra 30 körül, 29 éves, mi 32 között járunk, most attól függ, hogy mennyi idő volt, még ide kijöttem. Levittem a családot egy részét a vasútállomásra. És hát most ilyen összehasonlító nap lesz. Nézegetjük a két értéket egymáshoz képest. Mikor mit látunk? A keleti szárnyon jelen pillanatban 0 nulla watt, 0, nulla hát 0 watt, 0,3, 0 watt, amit látunk. Uh, igen. Hát ez nulla watt. Uh, a másik oldalon, a nyugati szárnyon két watt. Tehát a felhők felé irányított napellemek. Egyelőre ilyen körülmények között többet teljesítenek. Persze mind a kettő lófink, tehát uh, de azért eltelt egy óra, fél nyolc az ég továbbra is eléggé fölhős, ott viszont megjelent a nap keletem. Nézzük akkor ehhez képest milyen adatokat láttunk most, egy órával később. Hogyan változott a termelés a két reaktorblokkban. No. 10 egész watt. 9 ugye ez a keleti szárny, és 17-15 watt a lejtősen felrakott nyugati szárny. Tehát az a helyzet, hogy jelenleg még a nyugati szárny még mindig vezet. Az a baj, hogy ezt a mókát, ezt ma csak 28,8 volt itt tudjuk csinálni az akkumulátornál, mert őben van állítva, hogy odáig töltsünk buszban, 22 29-ig menjen föl még ö, kiegyenlítő töltésben és 29 voltnál ő lekapcsol. Ő viszont még nincs átállítva. És nincs a kedve a menübe bogarászni. Ugye ezt computerre kötöttem, van itt arról egy videó, hogyan lehet, csak ehhez másfajta kábel kell, úgyhogy ehhez még nem jött meg a madzag, ezt majd akkor fogom átállítani, ha megjött a madzag, úgyhogy az egész teszt csak addig tud menni, amíg 28,8-at el nem éri az akkumulátor feszültség, abban a pillanatban ő már abba fogja hagyni a komoly töltést ő még még tud bele úgyhogy ezt ez sajnos csak addig tudjuk használni majd de majd mindjárt még fel teszek rá a fogyasztót is fel kell tölteni a powerbankot meg ilyeneket úgyhogy ö, akarom azért még amennyire, amennyire lehet használni ö, a töltését hogy legyenek összehasonlító adatok ezt mindig rosszul nyomkorom, itt van 11 watt 16 watt, 17 watt, 11 watt. Jelen pillanatban tanulságos. Pár percen múlott fél kilenc. Az idő az továbbra is ilyen ködös, fejlős Ott némi napsütés van a felhőkön túl. Talán nektek most ez annyira nem jön át, hogy mennyi látszik a napból. Egy picikét látszik a napkoron körvonala. Tehát valami van. Nem mondanám ragyogó időnek, de most így is csak arra vagyunk kíváncsiak egyelőre, hogy a nyugati szárny hogy teljesít a, a keletihez képest. Szóval, e, itt keleti szárnyon ugye 74 voltunk van, de ez egy dolog. 0,9A, 65 watt. Körülcsorok befele, 64-65 watt, és a nyugati szárny ezzel ellentétben már csak 54 watt. Tehát most már a keleti Kellett is hogy kezd direkt napfény lenni, elkezdett többet termelni. Úgyhogy itt ugye 35 volt, 1,6 amper, 50, 36 volt, 1,6 amper, 56 watt környékén vagyunk, itt pedig 68 watt környékén. Hát egyelőre még az akkumulátor feszültség az csak 26,4, úgyhogy még nem probléma, hogy mind a kettő működik. Ráduktam a Powerbankot is töltődni. Megy közben már ugye a hűtő is róla. Tehát most már ugye átkapcsolt, hiszen érte azt a feszültséget, ugye 27nél kapcsolát, de ez meg 26 valamennyi gondolom terhelés nélkül értel. el. Hol van? Igen, 26 négy, aztán terhelve visszament még oda. Na, hát azért egyértelműen most már a keleti, itt van, 71 watt. 56 watt. Tehát ahogy azért elkezd onnan keletről sütni valami napfényszerűség, még ha csak ilyen szórtabb felhőzeten keresztül is, de azért nem annyira szórt fény már, mert a napkorong látszódik, akkor a keleti oldalat most egy kicsikét már jobban muzsikál. De természetesen mindegy teljesítmény eddig ez lófaszna. Na, na, sütöget. Majd egy óra múlva megint visszanézünk. Egy óra, később vagyunk, fél tíz, csak egy pötty az égen a nap. Egyébként Teljesen. Mindenhol látható felhő. <laughs> És megnézzük, hogy ehhez képest, hogy mindenhol látható felhő van, hol mit látunk. Ennek megfelelően a keleti oldal az 15 wattot tervel, a nyugati oldal 36-ot. Tehát egyértelműen ebben az időben lényegesen jobban termel a felhőkről visszaverődő fényt hasznosító nappellem, a lófink persze mindkettő, de de hát ebből van dupla annyit termel, több mint dupla annyit termel pedig most ugye a van a keleti tájolásnak kéne menni, hiszen azt süti a nap, csak hogy nem süti a nap tehát ez ennek köszönhető fél 11. az idő egyre szebb, most már esik is a nap teljesen eltűnt, tehát már nyoma sincs. A fényes pöcs sem látszik a felhó között. Úgyhogy szerintem már én ezzel a felhőssel le fogok állni, mert nincsen sok értelme. A keleti oldal az jelen pillanatban láthatóan 8 wattot termel, a nyugati oldal ugyanilyen körülmények között 18-at. Szóval, na hát igen, tehát ez ezért is lett ennyire megdöntve többek között, azok, hogy nem akartam nagyobb emelvényt sem csinálni, hogy így legalább a fölhőkből valamit tudok hasznosítani. Természetesen, ha lenne napfény, akkor azért ez több lenne, de így is látható a különbség, hogy az úgymond jól tájolt nap ellen, jelen pillanatban kevesebbet termel, mint a rossz irányba tájolt alacsony dőlészögű napellem, hogyha emellett sütne a nap, akkor mind a kettő többet termelne, aztán attól függően, hogy mennyire direkt a fény, dőlne el, hogy kinyerne. nyerne. Na, majd várok még valami napos időt, ez nem ma lesz ez a, ez a teszt, úgyhogy mára szerintem ezt a tesztet befejezem. Örülök, ha annyi megtermelődik, amennyit fogyasztunk, de nem termelődik meg annyi. Jelenleg most 40 watt megy ki, és hát messze nem termelődik 40 watt, tehát merítjük még így is az akkumulátorokat. Kárpátok bérceire kisütött a nap. Délután háromnegyed három van, és végre kisütött a nap. Hát ö, a magyaróbokor takarásában, tehát ez a nyugati oldal lenne, csak ez már túl alacsony, még a nyugati oldalnak is, de még biztos, hogy jóval több mint amit ebből össze fog szedni a keleti oldal. Úgyhogy nem ez lesz ma a legtermékenyebb napunk, de most kíváncsi vagyok, hogy ebben a bokor által takart nyugati tájolássó napból mit sikerül most fogni. Kezdjük először a keleti oldallal, csak belenéztem a napba, és semmit nem látok. 80 volt, 0,4 amper, hát akkor ez 40 watt se lesz. Így van, 32 watt jön a keleti oldalról, ezzel ellentétben. Ó, oh, yeah! A nyugati oldalról csak 25 watt. Ez csúnya. Ez csúnya. Ez csúnya. Azt hittem, hogy most uh, több lesz. De nem. Ez most egy érdekes helyzet. Mondjuk most párban vannak. 26, 26. Hát mikor hogy süt a nap? 26, 26 volt az előbb, csak mire áthúztam, addigra vége lett. Hát ez akkor, akkor igazániból mondhatjuk, párban vannak ezek. 26, 22. Jó, akkor, akkor nem, pont közben mozgott a nap. Most már 21 van keleten, 20, és 26 van nyugaton. Na, ez igen, ez már inkább olyasmi, mint amire számítottam. 27 nyugaton, 19 keleten. Hát igen, oké, majd kíváncsi leszek, hogyha egyszer lesz egy rendes napsütéses napunk, akkor, akkor hogy lesz itt a termelés, 17-26, oké, ennyi, ennyi, lenyugvó napnak sincs ereje, mondhatni, ja, te már megint a macskákat terrorizálod, már húzza is ki a belét, minden esetre elindult a nyugati oldal, ó, most a két fa között ott kicsit átsüt, ugye, ha a napellenek a nap ellennek, akkor már, akkor innen már takarja, mert ugye itt van valahol, hát valamit kap belőle, de ez már nagyon lapos. ez tényleg az ilyen ködös, de rendesen sütős napos szortfényes időre van optimalizálva, meg majd nyáron a nyugati oldalra. Ősszel ez nem, vagy össze télen nem lesz olyan hatékony ez a nyugati oldal, kivéve, ha, ha köd van nagy szortfény, mert akkor viszont jobb lesz, mint a keleti. Nagyjából ez a koncepció. De majd hosszú távon a szávok is megmutatják. Úgy ilyen pillanatban is többet termel, látható csak mind a kettő amit termel. Hogyha lemegy a nap, már nem nagyon ismersz rá. Lement a nap, sötét van, vége van. A mai ilyen borongós, felhős lófing napon a keleti oldalból 220 watt órányi töltés összesen a nyugati oldalból pedig 400 watt órányi töltését összesen, tehát majd, hogy nem, dupla annyi kijött a nyugati oldalból jelen körülmények között, és ne felejtsük el, mind a kettő igen, igen kevés, de ezen körülmények között láthatóan jobban teljesített a nyugati oldal. Na de majd várjuk ki, amikor kisüt a nap.